Székely hadosztály, ez annak a méltatlanul elfeledett katonai egységnek a neve, amelyet 1918 végén az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre, hangzott el a Magyarok Szövetségének nyíregyházi megemlékezésén. 1916-ban megtörtént egy olá betörés Székelyföldre. Menekültek ezrével, tízezrével a civilek, mert a katonák azok kint a fronton voltak. Ez is jellemző az aláokra. Na, ez megmutatta a fronton harcoló katonáknak, mert természetesen híre ment, hogy ide fegyver kell. Nos, amikor vége lett 18-ba, akkor a lefegyverzést nem vették magukra, és fegyveresen jöttek haza. Kolozsváron meg is alakult a székelyhadosztály, és ezen a 120-160 kilométeres fronton az a 12-13 ezer ember úgy volt képes tartani, hogy a románok nem tudtak sehol áttörni. Jó lehet, 8-10-szeres ellen túlerőben voltak. Nos, ez a székelyhadosztálynak az óriási érdeme, hogy egyetlen fegyveres testületként képes volt talpon maradni. A rendezvényen a megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre azt mondta, a székelyhadosztály úgy küzdött, hogy sokszor még a magyar kormány sem segítette. Sokan gyanakvóan, akár ellenségesen viszonyultak a székely hadosztályhoz. Például volt egy olyan kormánybiztos, aki Pogány Józsefnek hívtak, aki például a ruházat, illetve a hadianyag kiszállításakor például olyan lövegeket, olyan ágyukat küldött a székely hadosztálynak, amit szándékosan előtte megrongált, hogy azok használhatatlanok legyenek, és ilyen körülmények között kellett nekik védeniük a hazát és a magyarságot, messze-messze távol az otthontól. Úgyhogy úgy gondolom, hogy fontos rájuk emlékezni, fontos az emlékezetüket megtartani, és azt hiszem, hogy táplálkozni is tudunk belőlük. 1919-ben a Magyar Vörös Hadsereg és a Román Királyi Hadsereg is támadta a székely hadosztályt. A székelyek két tűz közé kerültek, és végül letették a fegyvert.